Gondozott udvar, családias környezet, ilyen kislétszámú lakóotthonokba költözött 60 pszichiátriai ellátott. A Fülpösdaróci házon kívül további 4 újult meg vagy épült fel ilyen mintára. 2 Géberjénben és 2 Nagyecseden. A programot a Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót-Sjól Egyesület közösen indította. Céljuk a nagy létszámú intézményi ellátás teljes körű kiváltása és a lakók igényeihez alkalmazkodó közösségi alapú ellátás kialakítása. Az egyesületet alapító Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az ellátottak életminőségének javításában nagy szerepe van a civil szervezet szakembereinek, ami országos példa lehet a támogatott lakhatást biztosító programok számára. Szerződést kötöttünk a nagy intézménnyel, és ennek a 60 embernek mi próbálunk meg segíteni. Nem dicsekvésből, de azért elmondom, hogy országos minta próbál lenni belőle, hiszen eddig az SZGF, mint fenntartó, saját magának csinált egy ilyen képző központot, ahol nappali foglalkoztatás elege megyen, és mi azt mondtuk, hogy ebben leszünk az elsők, hogy külső szereplőként csatlakozunk ez a programhoz, és ez a foglalkoztatás az, ami azt gondolom, hogy országos minta lett, hogy hogyan tudja egy már működőben lévő civil szervezet, elsősorban a foglalkoztatási múltal rendező civil szervezet együttműködne az állami fenntartókkal. A mindennapok munkával telnek. Fülpösdarócon például ebben a gyógynövénykertben is dolgozhatnak a lakóotthonban élők. A kertészkedésen kívül pedig egy szintén a községben kialakított mosodában tudják az ellátottakat foglalkoztatni. A kiválasztás az a bentlakásos intézményeknek volt a feladata. Egyrésztről elbeszélgetésekről, hiszen az embereknek a véleménye is fontos volt, a klienseknek. Olyan állapotba kell lenni, akikről az orvosi bizottság vagy a szakértőnk megállapított, hogy közösségbe integrálható. Tehát a nagyon súlyos fogyatékossága, vagy pszichiátriai kórképpen rendelkezők nem kerülhettek bele, hiszen az beszélt jelentette saját magára, illetve a közösségre. Tehát volt egy team, egy csapat, ez érzékenyítéssel is együtt járt ki, jártak a településre, és a végén azt hiszem, hogy mondjuk 60 ember tekintetében, hogy a 100-120 emberből lett kiválasztva az a 60 ember, akinek szándékába is volt, mert erőszakon is lehetett meg, szándékába is volt kitagolásban részt venni, és az állapota is olyan volt, hogy tud ebbe a mini környezetbe, vagy ebbe a 12 fős környezetbe élni és jól élni. A program a Barka Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Fülpösdaróc telephelyen működő pszichiátriai betegek otthonának 60 férőhelyét váltotta ki. A Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót-Sjól Egyesület több mint 487 millió forint értékű, visszanemtérítendő uniós támogatást nyert korábban a lakhatási és foglalkoztatási projekt finanszírozására.